A vádirat szerint a nő Tiszaföldváron 2023. július 6-án délelőtt egy közterületen elhelyezett, félig nyitott, fémhulladék gyűjtő konténerbe 5 élő kutyakölyköt dobott, majd azokat élelem és ivóvíz biztosítása nélkül sorsukra hagyta. Az elhelyezés körülményeire tekintettel ez a cselekmény alkalmas volt arra, hogy az állatok maradandó egészségkárosodást vagy pusztulását okozza, valamint a kölyköknek különös szenvedést is okozzon. Lakossági bejelentésre hajnalban arra ébredtem, hogy csörög a telefonom, és elmondták, hogy a Mártírok úti szelektív hulladékgyűjtőnél keserves kutyus sírás hallatszik a konténer belsejéből, természetesen nem láttunk bele, csak a sírást hallottuk. Én rögtön autóba ültem, és értesítettem a helyi önkormányzati tűzoltóságot, akik azonnal a helyszínre siettek. Nagyon megköszönöm innen is a munkájukat, és az elhivatottságukat. 5 pici kutyát sikerült kimenteni az összetörött üveges konténerből. Sajnos egy elpusztult, 4-et tudtunk megmenteni. Időközben sajnos ezek elkerültek cumizdába, ahol sajnos nem maradt csak 2 életben, olyan sérüléseket szenvedtek. Nagyon-nagyon sajnálom, hogy ilyen elkeserítő események történnek a városunkban. Ahelyett, hogy segítséget kérnének ez ügyben, és a felelős állattartást betartanák az emberek, az ivartalanítás, ami nagyon-nagyon fontos lenne. Elég szomorú, hogy ide jutottunk, és ilyenekkel kell foglalkozni tényleg a hatóságoknak és a hivataloknak is. Én arra biztatok mindenkit, hogyha ilyen van, kérjen segítséget, bár a menhelyek és a gyepmesteri telepek és a civilek is fullon vannak, egyszerűen már képtelenek vagyunk menteni, mert ezt már nem győzzük. De én azt gondolom, hogy nem ez a módja, és ez nem emberi cselekedet, amit művelnek a kutyusokkal és az állatokkal úgy általában. Ezek nem tárgyak, hanem élő, lélegző lények. Másnap a konténerben a kiskutyák közül 4-et élve, 1-et elpusztult állapotban találtak meg a helyi önkéntes tűzoltók. A 4 kiskutyát onnan kimentették, majd gondoskodtak a megfelelő elhelyezésükről. A helyi állatvédő értesítette a tűzoltókat arról, hogy Tiszaföldváron a Mártírok útján lévő szeméttároló konténerbe valakik, vagy valaki egy szatyorban kölyök kutyákat helyezett el. Ő viszont nem tudott hozzáférni, ezért kérte a tűzoltók segítségét. A Tiszaföldvári önkormányzati és önkéntes tűzoltók vonultak ki a helyszínre, és ők tudták megdönteni annyira a konténert, hogy alulról hozzá tudtak férni az állatokhoz, és a szatyorból összesen 5 kölyök kutyát hoztak ki. Ebből 4 még életben volt, egy pedig azonban sajnálatos módon elpusztult. A helyiek felháborodtak a nő kegyetlen tettén. Az ügyészség a büntetlen nővel szemben végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására tett indítványt a vádiratban. A Kunszentmártoni járási ügyészség állatkínzás büntete miatt emelt vádat egy tiszaföldvári nővel szemben, aki a vádirat szerint 2023. július 6-án délelőtt Tiszaföldváron egy közterületen elhelyezett fém hulladék tárolóba kidobott 5 élő kis kölyök kutyát. Őket élelem és ivóvíz nélkül otthagyta, sorscsukra hagyta. Ez a cselekmény alkalmas volt arra, hogy az állatoknak maradandó egészségkárosodást okozzon, vagy a halálukat okozza, illetve különös szenvedést is okozott a kutyakölyköknek. A kiskutyákat másnap az önkéntes tűzoltók találták meg a konténerben. Az 5 kiskutya közül 4-et élve ki tudtak menteni, 1 addigra már elpusztult. Ekkor a kiskutyákat biztonságos környezetbe helyezték. Az ügyészség a büntetlen előletű nővel szemben a vádiratában próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására tett indítványt. Az ügyben a Kunszentmártoni járásbíróság fog dönteni.